Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy égi kapu nyílik a Plejádok felé augusztus 30-án. Az azt jelenti, hogy a mi naprendszerünk is mozog a központi nap körül. Ezt a központi napot Alkionénak hívjuk. Lefordítva annyit jelent egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Amíg a mi naprendszerünk egyet így köröz, az eltart 26 ezer évig. Ez a 26 ezer év hónapokra le van osztva. Most mi a vízöntő szakaszban vagyunk, az 2012-ben indult, előtte a halak hónapjában voltunk. Egy ilyen platóniai hónap az körülbelül 2000 évig tart. Ez a mozgás, a naprendszerünknek a mozgása, ez az alapja ennek a maja naptárnak. Ebből számították ki. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám. Egy hullám mindig 13 napig tart. Így összefüggésben áll ezzel a mozgással, ezzel a 26 ezer évvel. De visszatérve erre a naptárra. Tehát itt van 20 hullám ebben a naptárban. Ezek a hullámok rezgéseket vagy frekvenciát jelentenek. A mai nap, tehát augusztus 30-a, az a 9. hullámban van. Ez a 9. hullám eltart szeptember 7-éig. Ez alatt a 9. hullám alatt Csikcsán uralkodik. Csikcsán lefordítva kígyót jelent, és mutatja a belső megújulásokat. A mai nap, tehát augusztus 30-a, az az 5. nap ebben a 9-es hullámban. Az 5-ös számot a maják így jelölték, egy vonallal. Ez azt jelentette számukra, hogy ez az 5-ös szám, vagy ez a nap a középpontban áll. Itt látható ez a szimbólum, mint egy nap. A mai napon Muluk uralkodik. Muluk lefordítva vizet jelent, a víz elemét, és a víz eleme szimbolizálja az érzéseket. Itt mély érzésekről van szó. De az is fontos a mai napon, ennél a Muluk energiánál, hogy áttegyük magunkat a félelmeinken, és őrizzük meg a belső nyugalmunkat. Akkor ez lesz a kisugárzásunk, ez a fény, mint egy nap. Ez is transformációt jelent, és bízunk a belső erőnkben. De ez a Muluk kihat a szerelmi élet területére is, hogy itt most vonzalom van, az érzések vannak a középpontban, és ez, amit a mai napon átélünk. És ez volt a bepillantás a maja naptárba, ez a felvétel, egy égi kapu nyílik a Plejádok felé augusztus 30-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!